Minket betegek kerestek meg azzal a problémával, hogy beázik a műtő, és nem tudnak gyógyulni. És többször jeleztük már, hogy túl azon, hogy nagyon sok orvos elvándorolt, és áldatlan állapotok között kell dolgozniuk, sokszor szabad nap nélkül, felháborítónak tartjuk, hogy ehhez már a feltételek sem adottak, ezt pedig a betegektől kell megtudnunk, és a kórház vezetése nem teszi meg a szükséges lépéseket. Egy orvos főigazgatónak ilyenkor mi lett volna a feladata, hogy megfelelően végezze el a dolgát? Az, hogy olyan átadás átvételi eljárást vezet le, amely kiküszöböli az ilyen műszaki hibákat, az, hogy olyan műszaki ellenőrzést végez folyamatosan a beruházásot, ami kiküszöböli az ilyen hibákat, és az, hogy olyan szerződést köt a kivitelezővel, ami biztosítja azokat a mellékkötelezettségeket, bankgarancia, jó teljesítési garancia, ami lehetővé teszi azt, hogy ne kell pereskedni utána a kivitelezővel, hanem a kivitelező költségére ezeket a javításokat haladéktalanul el lehessen végezni. A műtőbeházását biztos, hogy meg akarja oldani, de biztos vannak ennél gyorsabb, hatékonyabb módszerek. Egy felelős cégvezetőnek, hiszen a kórház egy vállalat, mindent meg kell azért tennie, hogy minél előbb és minél jobban gyógyítsa a betegeket Fehérváron, Fejér megyében. Sajnos Csernavölgyi úr az elmúlt időkben működése alatt tanúbizonyságot tett arra, hogy ő szakmai vezetőként sem alkalmas a kórház vezetésére. Július 3-án köszöntöm Önöket, egy kicsikét szeles nap után vagyunk. Nem egyszerűen szeles nap, hanem mondhatom azt, hogy viharosnak tűnő hétvége után vagyunk. Az ellenzék ugyanis pénteken sajtótájékoztatón közölte, hogy nagy bajok vannak a székesfehérvári kórházzal, a Szent György kórházzal. Sajtótájékoztatókon ott voltunk mi is természetesen, és pont az ellenzék felvetése miatt kértük a Szent György kórház főigazgatóját, hogy jöjjön be hozzánk. Csernavölgyi Istvánt köszöntöm a stúdióba. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, még akkor is, hogyha esetleg ez lehet, hogy önnek kényelmetlen, kellemetlen, de csak-csak arról van szó, hogy kéne beszélni erről a beázott műtőről. Hogyan is volt az a 2014-15-ös átadás, a Berzsenyi tömnek az átadása, hogy akkor már hibás volt-e, vagy nem volt hibás. Ma úgy néz ki, hogy előfordul, hogy beázik, de azt én legalábbis úgy tudom, erősítse meg, vagy cáfolja, hogy peres eljárást indított a kórház a kivitelező ellen, tehát megpróbálta megtenni azokat a jogi lépéseket, amiket ilyenkor szoktak tenni. Na, úgy érzem, hogy túl sok kérdést tettem föl már mindjárt az elején. Igen, hadd kezdjem azzal, hogy természetesen nem jó érzés egy ilyen hangulatú ügy kapcsán bárhol ezzel az üggyel foglalkozni, illetve bárhol egy gyógyító embernek különböző jogi, műszaki és egyéb vetületű kérdésekkel foglalkozni, de természetesen, mint intézményvezető és egy magánember is mindig tiszta tekintettel állok a kérdező előtt, és minden tettemért és szavamért vállalom a felelősséget. Hogy mondjam azt, hogy a peres eljárás természetesen igaz, körülbelül egy évvel ezelőtt indította a kórház a kivitelezővel szemben. Az ok az nagyon egyszerű, észleltük a kivitelezési problémákat folyamatosan, természetesen ez egy állami fenntartású intézmény, ezt a fenntartónak mindvégig jeleztük, az uniós ellenőrző hatóságoknak mindvégig jeleztük, független műszaki ellenőrök ellenőrizték mindvégig a projektet, és ennek kapcsán úgy döntött az intézmény vezetése, hogy a kivitelezővel szemben, mivel jelentős erkölcsi kárt okozott egy gyógyító intézménynek, egy közérdeket képviselő, betegellátást képviselő intézménynek, hogy peres eljárásra tereljük az ügyet. Egyszerűen azért, mert erodálják azt a gyógyítói bizalmi légkört, aminélkül a gyógyítói munka hatékonysága nyilvánvalóan károsulhat. Nem károsodott egyébként, mert nagyon nagy erőket mozgósítottunk a háttérben, de károsodhatott volna. És azzal is, hogy én nagyon szívesen vagyok itt és felelek a kérdésekre, hogy beszélgetünk, azzal is, hogy nyilvánvalóan a jogi vetületét rendezem ennek a történetnek, azzal is azokat az energiákat veszik el személy szerint tőlem, mert én szólítottam meg, illetve a csapatomtól, attól a közel 3000 dolgozót, akik tisztességesen, esküjükhöz mérten teszik a dolgokat és gyógyítanak, amelyeket a betegellátásra tudnánk fordítani. A kivitelezővel még a peres eljárás előtt voltak-e egyeztetések? Nyilvánvaló, hogyha voltak hibák, bárhol, ahol munka folyik, ott előfordul az, hogy meghibásodik valami, rosszul csinálják, meg emberek dolgoznak ott, és a kivitelezőnél is. Voltak-e a peres eljárás elindítása előtt egyeztetések, műszaki egyeztetések, vagy a gondok fölvetései? Nyilvánvaló a részletekben pont a peres eljárás okán nem mehetek, de azt meg tudom erősíteni, hogy mindvégig dokumentáltuk
a kivitelezést, mindvégig, minden időpillanatban, mind a fenntartót, mind a műszaki tartalom kapcsán az uniós ellenőröket, és mindenfajta jogi és munkarendi szabályt betartva tevékenykedtünk, és ezen adatok birtokában tereltük már végül kényszerből jogi útra a kivitelezőhöz fűződő viszonyunkat. Én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk szóban, írásban és egyéb dokumentált módon, hogy jobb belátásra bírjuk a kivitelezőt. Ez egy hanyag, felelőtlen, betegellátást veszélyeztető kivitelezés volt. És úgy gondolom, hogy abból a szempontból pedig az úgy precedens értékű, hogy egy gyógyító intézmény a mindenfajta jogi garancián, banki garancia, jó teljesítési garancia, stb. Túlmenő kárait, melyek a betegellátásra kihatása vannak, jogi úton fogja érvényesíteni a független magyar bíróság előtt. Itt említette ezt a két fogalmat, most amit egyébként Márton Roland is megemlített. Akkor, amikor kórházigazgatóként egy beruházást ellenőriz, én legalábbis laikusként úgy gondolom, hogy szakmailag, már ami a kőműves munkát illeti, meg az egyéb épületgépészeti munkákat illeti, nem hiszem, hogy önnek kell otthon lennie. Önnek akkor kell otthon lennie, legalábbis így érzem, amikor a munkát behajtja, amikor a munka minőségét próbálják meg ellenőrizni, hogy valóban ott lehet gyógyítani, vagy nem lehet gyógyítani. Ezek megtörténtek-e, vagy nem történtek meg? Legalábbis Márton Roland azt állítja, hogy ezek nem történtek meg, és csak fölösleges pereskedés van. Én úgy gondolom, hogy Márton Roland szavai önmagáért beszélnek, és önmagukat minősítik. Tehát jól érezhető módon kiragadott szövegkörnyezetéből két jogi fogalmat, amin túlmenően is természetesen vannak követelései a kórháznak a kivitelezővel szemben, és pontosan azért, amit ön itt kérdésében megfogalmazott, mert nem érte el a célját. És természetesen ezen a fórumon is nagyon szívesen, de ha Márton Roland bármikor megkeresett volna a nyilatkozat előtt, személyesen is elmondtam volna neki, hiszen úgy tudom, bár nem láttam még erről a tényszerű dokumentációját az úrnak, de úgy gondolom, hogy egy jogi végzettségű emberként tudnia kell, hogy ezeket a fogalmakat kiragadni, az félrevezető. Tudnia kell azt, hogy ezekkel a fogalmakkal ilyen szinten, ilyen nyilvánosság előtt visszajönni, az teljesen egyértelműen ártó szándékú és rossz szándékú. És mivel ő ezt tudja, ő pontosan azoknak a bizalmát fogja elveszíteni, akikre ő hivatkozik. Neki az lenne a dolga, hogy tájékozódjon, jelesül, a nyitott ajtó jöjjön be a főigazgatói irodába, és kérdezze meg, hogy hogy állunk, és meg fogja kapni a választ. De ezt egy jogi végzettségű embernek, vagy a szűk szakterületével nincs tisztában, vagy ártó szándék, ezt a kettőt tudom elképzelni ebben az esetben. Na, nézzük csak akkor a szavaiból én nekem az derül ki, hogy egy kicsikét túllépett a politika a saját küszöbén, túlment azon a határon, amin itt kellett volna, vagy ahol kellett volna talán, hogy maradjon. 2010-ben került ön a kórház élére, akkor történt eleve ugye egy kormányváltás, akkor történt Székesfehérváron is egy politikai váltás. Ami így utólag nézve kedvezőnek tűnik legalábbis a kórház életében. Előtte azért nem volt ilyen jó helyzetben a kórház, hiszen a korábbi balliberális vezetés, és erről pénteken is beszámoltunk már, mondjuk ki nyugodtan, a súlyponti kórházat Veszprémben látta jónak, és oda kívánta ezt helyezni. Ezzel automatikusan Székesfehérváron megvonásra kerültek bizonyos támogatások, sőt nagy mértékben a támogatások. Megjegyzem, hogy azt hiszem, mint a munkaerő leépítés is volt, bár ezt talán ön jobban tudja, hogy mi volt 2010 előtt. 2010 előtt a Fejér megyei egészségügy kapcsán azt az adatot tudom kiemelni, tényszerű és ellenőrizhető, hogy egy Fejér megyei lakosra az akkori balliberális kormányzás működésének következtében, aminek az említett urak tagjai voltak nyilvánvalóan, az országos átlag 84%-át alig elérő magyar forint jutott. Tehát míg az országos átlag 100%-on részesült az egészségügyi ellátásban, a Fejér megyei pénzelvonások kapcsán az országos átlag 84%-a jutott egy lakós ellátására. Igen, kimaradt ez az intézmény. 16%-kal kevesebbet értünk mi, Fejér megyeiek? Én azt gondolom, hogy ezt ki lehet mondani.
és a beruházások kapcsán, a fejlesztések kapcsán, pedig hát nyilvánvalóan, hogy ön is említett a kérdésben, benne volt, hogy igen, tehát kimaradtunk különböző nagy volumenű, több milliárd forintban mérhető fejlesztésekből, több milliárd forintban mérhető hátrány szenvedett Fejér megye és a Székesfehérvári kórház a hasonló volumenű kórházakhoz képest. És a megye lakosságának ugye a ráfordítható ellátási forintális összeg. 2010 után már megvalósult közel 14 milliárd forintnyi beruházás. A futó pályázat Modern Városok program kapcsán 7 milliárdos fejlesztés zajlik, tehát 20 milliárd forintnál több beruházás történt, amely most már elegendő ahhoz, hogy ez a kórház utolérte, utoléri és stabilan tartja a helyét azon a helyen, ahol ő való, az ország legjobb gyógyító intézményei között. 2010-hez képest ez a kórház, ezen a fórumon többször elmondtam, de ide kívánkozik. Kettő egyetem oktató kórháza lett, a pécsi és a budapesti Semmelweis Tudományi Egyetem oktató kórháza lett. Ebben a kórházban, és ezek nem öncélú paraméterek, ebben a kórházban, járóbeteg ellátásban, ha 2010-et húztuk meg választóvonalnak, 2010 előtti időszakhoz képest, 2016-ban, 250 ezerrel több orvosbeteg találkozás volt, mint 2010 előtt. Ügyeleti szinten. Ez éves szinten, mint 250 ezer többlet. Igen. Ügyeleti szinten 25 ezerrel több beteget néztünk meg ügyeletben, mint 2010 előtt. Tehát nem öncélúak a paraméterek, és nem azt szolgálják, hogy most mi ezt elmondhassuk, hogy fejlesztettünk, hanem azt szolgálják, hogy gyógyítani tudjunk, és a rászorulókat függetlenül attól, hogy enyhe problémájuk van, vagy nagyon súlyos problémájuk van, meg tudjuk vizsgálni. És mint akkor is mondtam, igen, ez szülhet időnként tumultózus jeleneket a szakrendelőben, szülhet időnként zsúfoltságot a sürgősségi váróban. Természetesen, hiszen végigvizsgáljuk őket. Ez idő és helyigényes. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a gyógyítás területén, mind a fejlesztések területén, mind a gyógyítói hozzáállásban, hiszen ilyen támadások közepette dolgozunk, ez az intézmény, igenis a betegekért, a lakosság biztonságának a szolgálatáért van. Magam is így teszem a dolgomat, és soha nem mondtam, és most sem állítom, hogy nincsenek problémák, amit meg kell oldani. De ahogy az elején kezdtük a beszélgetést, az, hogy lehullik egy darab vakolat, vagy beázik két műtő, és nem kívánom elbagatelizálni az ügyet, hogy ebből valaki politikai hasznot próbáljon űzni, ez megbocsáthatatlan. Ez morális bűn. A betegek odafordulását, a betegek biztonságát, a gyógyítói légkört erodálják öncélból. És ehhez én nem kívánok és nem is tudok asszisztálni, hiszen az én felelősségem a személyemen túl az az, hogy azokat a dolgozókat, biztonságos munkakörülményeket biztosítsak számukra, akik a gyógyításban nap mint nap a betegeknél ott vannak. Nekem ez a dolgom, ez a feladatom, és ilyen értelemben lepattannak rólam ezek a támadások, mert én a feladatomra koncentrálok, az pedig a betegellátás biztosítása, a számok pedig azt mutatják, hogy problémákkal együtt is, igenis, hogy nagyon-nagyon sokat lépett az a kórház 2010 előtti időszakhoz képest előre. Pontosan az korrigálódik, amit a 2010 előtti balliberális kormányzás, azt hiszem így fogalmazott, abszolút Fejér megyei egészségügyet és az országos egészségügyet lezüllesztő, tudatos vagy nem tudatos tevékenysége során kialakult. Most jutottunk el oda, hogy korrigáltuk a hibákat, és most próbálunk majd tovább lépni természetesen. Azért is szólítottam őket balliberálisnak, hiszen ők is balliberálisnak szólítják saját magukat, ja. Tehát ez adja magát, hogy miért leszólítanánk őket mi is így. A kollégái, az orvosok, illetve az ápolók, ők hogyan kezelik ezeket a gondokat, amik a kivitelezés miatt a kórházra szakadtak? Nyilván őnekik kell megküzdeniük, betegekkel együtt, a napi problémával tudják-e kezelni, vagy adnak-e hangot annak, hogy többre vártak? Én ezen a fórumon is, máshol is, a kollégáim előtt is, én soha nem felejtem el megköszönni az ő áldozatvállalásukat, az ő tevékenységük kapcsán, mert igenis, hogy nagyon-nagyon sokat, nagyon-nagyon időnként nagyon-nagyon komoly döntéseket hozva teszik a dolgukat. És a betegek türelmét is köszönöm, mert nyilvánvalóan ők is érzik ezt az időnként öncélú, az előbb felsorolt öncélú okokból kialakított nem nyugalmi légkört, fogalmazzunk így.
Tehát köszönet mind a gyógyítónak, mind a betegnek a türelméért. Ez ad erőt nekünk ahhoz, hogy látom a munkatársaim odaadását, ez ad erőt ahhoz, hogy oké, értettem, nekem ez a feladatom, végig is fogunk menni ezen az úton, tények mentén, tehát nem légből kapott mondatok, minden szavam és minden tény ellenőrizhető, tények mentén haladunk előre ezen az úton, úgyhogy köszönöm a munkájukat. Úgy látom, hogy a baloldali politikai erők célkeresztjébe került, nyugodtan mondjuk ki. Betudható-e ez esetleg annak, ezt csak én kérdezem, hogy 2010 előtt ugye ön a Móri kórházat vezette, Móron vezette a kórházat, ami kirendeltséggel volt a Székesfehérvárinak, hogy ön már akkor is megmondta a véleményét, és esetleg ez csúnya kifejezésre csípte a szemét a politikusoknak. Nem tudom, hogy összefüggésbe hozható ez. Azóta jóval konszolidáltabbak a nyilatkozatai, de korábban azért voltak bírálatok. Én azt gondolom, hogy vélhetően abszolút összefüggésbe hozható, és úgy gondolom, hogy rátették a célkeresztet a balliberális politikai csoportosulás. Függetlenül attól, hogy én nem politizálok, én egy gyógyító szakember vagyok, ettől függetlenül nyilván az a fajta tevékenységem, hogy hangot adtam annak, hogy a betegellátás csak átgondoltan, lépcsőről lépcsőre lehet akár átszervezni, akár bármi módon olyan volumenű, leépítő szándékot még csak végig gondolni, hogy egyeztetni kell a gyógyító szakmával. Ezt annak idején ők nem tették meg. Tehát ezek a számok, ez a 84% jutott kontra 100%-kal szemben, ez a maximális átgondolatlanság volt, és akkor most a legjobbat feltételeztem, mert ha az ártó szándék volt, akkor még rosszabb. És én ennek akkor nyilvánvalóan, mint a Móri Kórház orvos szakmai vezetője, hangot adtam. Azt gondolom, hogy ezzel tulajdonképpen ki is nyitottam saját magam számára a pofonládát. Csak van egy apró probléma. Én azt gondolom, hogy a csapatom és én magam is elkötelezett gyógyítók vagyunk. És így tesszük a dolgunkat, és még egyszer mondom, a hibáinkat is vállaljuk. Tehát nem arról szól, hogy mi hibátlanok vagyunk, és hogy nincs dolgunk, rengeteg dolgunk van még. De mi a munkánkra, a feladatunkra, a hivatásunkra, a küldetésünkre koncentrálunk. Ez erről szól. Az iménti politikusok, akik megszólaltak, részükről nem volt semmilyen fajta közeledés, hogy valamilyen formában mégiscsak egyeztessenek, esetleg önnel? Ezt a kérdést azért köszönöm, mert a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogyha valaki akármilyen ügyben egy sajtó kommunikációt készít elő, tájékozódik. Soha egyetlen egy személytől közülük semmiféle, sem szakmai, sem emberi, semmiféle kérdést nem kaptunk. Holott mindenki tudja, hiszen a tévékamerák előtt, az újságban, bárhol elmondom, hogy nyitva áll az ajtóm. És nyugodtan formáljon mindenki, fogalmazom meg mindenki kritikát velünk szemben, csak egyet hiányolok. Az a jobbító szándék. Nem volt kérdés. Nehéz feltételeznem a jobbító szándékot a jelen kommunikáció kapcsán. De én úgy gondolom, hogy egy öncélú önreklám, egy megalapozatlan és abszolút felelőtlen kommunikáció zajlott az adott csoportosulás részéről, akik semmiféle szakmai tájékozódás, semmiféle szakmai felkészülés nem előzte meg, hiszen egy jogász, mint Márton Roland, tudnia kellett, hogy amit ő mond, az abban a formában követhetetlen, jogi fogalmak szerint is követhetetlen. Én azt gondolom, hogy ez az a pont, ahol mélyen el kell gondolkodni arról, hogyha valaki megnyilvánul, és ráadásul a lakosságot próbálja képviselni, vagy önjelölként, vagy mert megkérték rá, teljesen mindegy, annak felelősen kell gondolkodni. És tisztán kell tudni a kamerába, vagy más szemébe nézni. Ez nem történt meg. Én azt hiszem, hogy a futball az olyan, ahova mindenki tud mondani egy-két keresetlen vagy keresett szót, de szerintem az egészségügy az nem az a kategória, mihez mindenkiért, az bízzük talán az orvosokra. Hogyan tovább Szent György Kórház? Én azt gondolom, hogy azon a gyógyításra koncentrálunk. Tehát nekünk ez a feladatunk, mi ezt tesszük. És van ez a bizonyos per, ami már több mint egy éve, vagy körülbelül egy éve folyamatban van, ahol én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan azért indult, mert tisztán állunk az Úr színe előtt, tudunk egymás szemébe nézni, két ember vagy két társaság között nyilvánvalóan a legegyenesebb dolog az, ha kommunikálnak egymással, a legrövidebb út az egyenes, a gondolatok világába is
térben, időben egyaránt. Én úgy gondolom, hogy mi ezt az utat kívánjuk járni. A független magyar bíróság előtt, de nem ez a fő programunk, az igazunkért meg fogunk harcolni. Személy szerint én azon alantas kijelentésekre, amik a személyemet érték, természetesen a szükséges jogi lépéseket meg fogom tenni. Pontosan azért, mert felelős vagyok azért a közel 3000 dolgozóért, akitől én azt várom, hogy nap mint nap gyógyítói esküjéhez méltóan dolgozzon. Nekem pedig az a feladatom, hogy ezeket a körülményeket biztosítsam. Ez egy szakma, ez egy gyógyítói szakma, ez egy felelősségteljes gyógyító vezetői szakma. A jogi részt megteszik a profi jogászok, olyan jogászok, akik értik is, hogy mit jelentenek azok a szavak, hogy banki garancia, jó teljesítési garancia és stb. Mi pedig gyógyítunk, és erre fogunk koncentrálni, és megpróbáljuk az energiáink minél nagyobb százalékát a munkánk valós céljára koncentrálni, az a betegellátás. Hogyha minden orvos így gondolkozik, akkor azt hiszem, hogy nyugodtan mehetünk a Szent György Kórházba. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, egy kicsikét hosszúra nyújt esti mérlegünket látták. Viszontlátásra!